Ez a kereszt, ahol most állunk, ez a régi Ófalunak a helye, amit az 1888-as nagy tiszai árvíz elmosott. Téglákat, köveket, ezt mind átszállították a lakosok az új helyre, és abból építették fel a mostani Tiszaeszlárt. Ez a szakma, ez egy ősi szakma. A faluban volt 8 kovács műhely, Hajdunánásunk 35 kovács tevékenykedett. Tehát ezek a kovácsok a honfoglalás kor óta itt letelepedtek és meghagyták az ősi kézműves díszítéseket. Én voltam az utolsó inas Tiszaeszláron. Elhatároztam, hogy én a kovács szakmát a magam módja szerint tökélyre viszem, és mindent megteszek azért, hogy ez a szakma továbbra is fennmaradjon az örökké valóságnak. Ez a kitörési vágy, ugye keményen a kommunizmusban voltunk. Ott már éreztük, hogy nem hagynak bennünket szabadon gondolkodni. Szerettünk volna alkotni, mást csinálni, újítani, de ez mindig valahogy letörték bennünk ezt a vágyat, és a 70-es évek elején Nyíregyházán megrendezték az első népművészeti kiállításokat. Ezeket a kiállításokat látva egyre jobban meggyőződésemmé vált, hogy nekem tenni kell valamit, és el kell indulnom. Mitől szép egy harangnak a hangja? A harang hangját nagyon sok minden befolyásolja. Befolyásolja a harangnak a nagysága, az átmérője, a párta vastagsága, a vál magassága, az ütőnek a mérete, és hogyha itt minden ideális és egybeesik, akkor ki lehet hozni a harangból egy gyönyörű, szép A hangot, vagy E hangot. Nagyon óvatosan, gyerekek, nagyon óvatosan. Adjad neki, adjad neki, adjad, adjad, hagyd menjen. Jó. Oda öntsél rá egy kicsit. Jó. Hol a por? Hajdunánáson kezdtük meg az elsőt. Kovács tábor. És ugye ennek lett később a hozadék a népiparművész cím, illetve a népművészet mestere cím, hogy olyan mennyiségben alkottunk már, hogy elismerték bennünket. A nomád nemzedéket általában a táncház mozgalomhoz kötik. De egy-egy ilyen táborban nem csak táncoltak, hanem voltak alkotók, együtt volt a népzene, a néptánc, a népművészet, és ez volt az az igazi kovász, az az igazi mag, ami megfertőzött mindenkit. Tékatáborban ugyanazt látjuk most, mint valamikor a nomád nemzedéknél, ezek a fiatalok, akik itt vannak, tulajdonképpen ugyanazt a gondolatvilágot viszik tovább, ugyanúgy éhesek az újra a népművészetre. Ezek az emberek lesznek a mi utódaink, akik tovább is fogják ezt adni. A kovács műhelyben a munkarend, illetve a munkafázis, a ráverés, azt mindig a mester határozza meg. A mester eldönti előre, hogy mit szeretne elkészíteni, és annak megfelelően fogja kiválasztani egy vagy a két ráverőt, vagy esetleg a három ráverőt. Hogyha együtt kovácsolásról van szó, akkor ugyanúgy, mint egy zenekarnál, egy karnagyra van szükség, aki ezt irányítja. Tehát, hogyha elment egy szekér a műhely előtt, dolgozott, élt a kovács, és egy gyönyörű zene hallatszott ki a műhelyből, akkor az rámondhatjuk nyugodtan, hogy ez a kovácsmester ennek a kompániának a karnagya. Nekem nagyon fontos volt az, hogy a szakmát életben tartsam, és minél több kovácsot adjak az utókornak, hiszen a kovácsmester az meghalhat, de a szakma nem halhat ki. Tehát ennek érdekében építettem fel az egész életemet,
és hála jó Istennek a munkám eredményeképpen az elismerések is jöttek folyamatosan. Eddig 14 tanítványom volt Kovács tanítványom, mindegyik megállta a helyét eddig.